Na, sziasztok, sziasztok, fiúk és lányok, ez itt a Clash 2014. Hát megpróbáltam megcsinálni, és hát kész van Varga Roland. De mivel átigazolással tudtam csak megcsinálni, ezért szerintem nem lesz jó. Hát megnézzük itt a csapatot, hogy hogy néz ki, mert ugye nem jó. Nincs itt sajnos Varga Roland. Nem tudom, lehet, hogy újra kéne kezdenünk ezt az egész karriermódot, és akkor most gyorsan megcsinálom ezt a Cristian Ramirez. Vagy milyen nemzetiségű játékos ez, nem tudom, hogy mi a neve. Azt hiszem Cristian Ramirez, aki most jött a Fradiba. Ból hát véd. Hát akkor ennyi 15 az egész csapatot szerintem. És mert ezt a két videót szépen összevágom, és akkor újra kezdjük az egész szezont. A bajnokság meccsét szinte minden fogom nyomni. Kivéve, ha vár, szerintem a derbit is. Csak a BL-be fogunk játszani, vagy max az EL-be, hogyha csak oda jutunk be. Na mindegy, akkor majd összevágom a két videót, ott találkozunk. Sziasztok addig is. Sziasztok, itt is vagyunk. Hát muszáj újra kezdenünk, mivel máshogy nem lehet megoldani. Úgyhogy el is kezdjük újból. Pont. Menjünk Euróba. Szerintem. Regulár profi menjünk, hogy ne legyen olyan könnyű. Nem tudom, az előbb is profira volt állítva, az eddig ízőbe is hosszam. Line up. Club team, persze. OTV van, Kliga, Ferencváros. Akkor itt kiválasztjuk, hogy Magyarország. Jó. Augusztus 10 van? 2013. augusztus A-ban vagyunk. 50 millió eurónk van. És egy felkészülő meccs jön a PSG ellen, Paris Saint-Germain ellen. Na most bocsánat, de muszáj volt újra kezdeni ezt az egész karriermód szarságot. Máshogy nem lehet megcsinálni a mai Fradit. Az Hajnal Tamást nem raktam be, nem tudom, hogy az most megírja, hiszen ő is már ő se fiatal már, úgyhogy ezt a Cristian Ramirez megcsináltam, megmutatom így a csapatot. Mi ez? Jova, az igen. Oda középpályára kell Gera. De ezt fölcseréljük, és ide jön vagy Csukics, vagy Nagy Dániel. Hát inkább Nagy Dániel, én azt gondolom. Kukuruzovics mit keres itt? Hol van Szomália? Ja, jó, nem is látom. Várjál. Szomália. Ide. Vargát a kezdőbe rakom, egyértelmű. Lama, aki még ott lesz. Vagy nem? Böde lesz a kezdőben Varga helyett, és akkor majd mindig őket fogom úgy cserélgetni. Nálepa, nem ő lesz, hanem Mateusz. Azt hiszem, itt még vannak játékosok, de látom nincsenek. És hát úgy csináltam meg, hogy ugye Holman Dávid elment a Lech Poznámhoz. Nem tudom, hogy kölcsönbe, vagy oda aláírta rendesen, nem tudom. Szóval őt átraktam valamelyik olasz csapatban, mivel nincs a játékban Lech Poznán. Bosnyák, az nem tudom hova ment kölcsönbe. Ő helyére jött ugye Ramirez. A messzáma, az nem tudom, hogy hányas lesz, majd beállítjuk.
következő videóra beállítom, mert nem akarom most azért leállítani a videót, hogy megnézzem. Szóval ennyi. Először menjünk tovább az idő, és akkor skipeljük Paris Saint-Germain elleni mérkőzést. Szóval első mérkőzésünk a szezonban Paris Saint-Germain ellen fog lejátszódni. 2-2 lett. Fú. Jöjjön már az első meccs, bakker, nem akarom ezzel húzni az időt. Holodással fog jönni az első meccs. De hát én nem fogom lejátszani, hanem azt hiszem, itt csak az Európa Ligába tudtunk bejutni. A BL-be még nem. Sajnos. Megpróbálunk már bejutni a BL-be. Eddig mindig összejött, úgyhogy mindegy. Miért? Most csak ennyi pénzünk lett hirtelen? Több mint a felét elvették. Kirabolták a klubot. De akkor utána meg van az Újpest elleni meccs jön. Kicsit pixeles volt az a kép, de az a címer, de mindegy. Skip. Mennyi lesz? 3-0. Otthon nyertünk, így a harmadik helyre értünk föl. A Pécs az első, második a Videoton, harmadik a mi vagyunk, negyedik a Honvéd, ötödik az MTK, hatodik a Benfica, az nem tudom. Hát ugye a Portugál Ligába szerkesztettem át az egészet, ezt tudnélik. De ott azokat miért úgy veszi, hogy egy helyen vannak? Ott miért nem lehet, hogy 5-6-7-8? Most Istenem. Akkor Benfica után a Győrieto, utána Debrecen, Paco de Ferreira, Porto, tizedik a Puskás, ugyanúgy tizedik, tehát 11. a Puskás, 12. a Diósgyőr, 13. a Kecskemét, 14. az Újpest, 15. a Haladás és a Braga, SC Braga az utolsó, 16. helyen ők vannak. De most megint ezzel megy az idő. Itt elkezd szarakodni ezekkel. Én az Európa Ligába akarok már játszani. Istenem. Szóval a derbi napja fog most elkövetkezni. Nagy meccs lesz, én úgy gondolom. És aztán jönnek majd ilyen díjátadások, ahol mi nem fogunk szerintem még szerepelni. 3-1-re vertük az Újpestet. És feljöttünk, már az első helyre, első helyen vagyunk. 6 gólt lőttünk, egyet kaptunk, a Pécs pedig ugyanannyi ponttal, ugyanannyi gól differenciával, de ők nem kaptak gólt, viszont egyel kevesebbet lőttek, nem tudom ezt így, ez így hogy van. Na, akkor Messi, Ronaldo és Neymar a sorrend. Az igen messzire 42-en szavaztak Ronaldóra, 6-an, Neymarra 5-en. Az kicsit komoly. Az év játékosai. Mi ez a csapat? Milyen címer volt az, bakker? De érdekesnek tűnt ez ilyen... Nem tudom, milyen címer volt. Mindjárt meglátjuk. Mi ez, magyar kupa? Értem. Skip, 69 az átlag, az átlaggal csapatuknak. 3-0-ra nyertünk. Vagy 3-1, nem tudom, annyira nem figyeltem, azt mondom, hogy 3-at lőttünk. A Debrecen idegenbe játszunk most a DVSC Tevával. De még mindig nem jön az a rohadt meccs, amit lejátszhatnák az Európa Ligában. 2-re nyertünk. Egyedüli 9 pontosok vagyunk az első helyen. Na, Swansea-val játszunk. A Swansea-val az Európa Ligában. Ez miatt jött, tudom, copyright, mikor izé
az UEFA-val, mikor az Európa Ligában játszottunk. Na, a mi csoportunk, az L csoport, ott vagyunk mi, a Swansea, Feyenoord, hát ez kicsit nehéz lesz, és a Kriedbach, az a valamilyen PU Leeds-be van, vagy League-be van, ligába van. Ha jól emlékszem, onnan hoztam el ezt a izét, Christian Ramirez, mert ott szerkesztettem meg, mert Fradiba már nem lehetett. Na, Róma, az A csoport tagjai, Róma, Betis, Pakos, Ferreira, vagy milyen, Verbestadt, Stott. A B csoport, Everton, Twente, Honvéd, Saint-Ragler, vagy mi ez? Ez se rossz csoport. Monaco, PAOK, FC, Maccabi, és ez. Nem tudom mi. Liverpool, PSV, Puskás, Nakachev, vagy mi ez? Ez is egy jó csoport. Liverpool, PSV, hát valószínűleg ők lesznek a továbbítók. Udinese, Essen-Tenne, vagy nem tudom, ezt hogy kell mondani. Nem értek hozzá. Mitlokszanti, Kulugavinsk, F csoport, Arsenal, Sociedad, Utrecht, Motherwell FC, G csoport, Newcastle, Braga, Vitesse, Karpelather City, vagy mi ez? H csoport, Tottenham, Sevilla, AZ és Nordjylland. I csoport, Lazio, Bordeaux, Markidegna, Meuk, hátyópa. J csoport, Inter, Malaga, Sparta, Praha, Kilimeski. Oké. Okay. K csoport, Valencia, Ogyici, Nice, vagy Nice, Garnatova, Krsk, stb. Stb. Menjen tovább a játék, és akkor kezdjük el a mérkőzést. Először a Swansea-val játszunk. Szerintem ez egy remek mérkőzés lesz. Hát a 16. jelenleg az angol bajnokságban most a játékban a Swansea. Remélem minden jó játékos most a kispadon is, meg a kezdőben is benn van. És akkor lássunk hozzá itt a grup, nem a Grupa Arena, az a No Name Stadium, mivel nem otthon vagyunk. Nem otthon vagyunk, jó van. Hát tényleg nem otthon vagyunk. Wilfried, Michu, Britton, Tyler, vagy Taylor, De Guzman. Hoppá, ez egy szép labda. Taylor kapja, Dilaverrel pattan tovább a labda. Matos megoldja, vagy Pavlovics volt az? Hiszen Pavlovics. Szomália elpattant tőle a labda nagyon. Michu, én egy kis hangot leveszek ebből. Kicsit hangosnak találom. A szurkolókat kéne egy kicsit jobban, így. Folytatódjon a mérkőzés. Az kié lesz. Pavlovics, jó hallod, becsúszni akartam, de erre kirúgja onnan a stadionbú. Micsú, De Guzman, jön a beadás. Bönöket egy kicsit el is taszította a véd a támadó. Közben Lama a labdával. Böde. Hoppá, megpottan a labda, de így is eljött Lamához. Bönig. Aha! Így elveszi! Ha persze! Mi do... Bunk, ők dobnak. Lama, Böde. Jön Dilaver, ez olyan szép labda volt Lamától. Hoppá! Dilaver átfűzte a védőt, Gera! Gera kapja labdát, Gera! Ott lövés Böde! Nem lőtte rá Böde valamiért. Megijedt vagy nem tudom. De hát azért, igen, valljuk be, zavarta egy kicsit a védő. Pavlovics, Dilaver. Gyömbér. Gera.
Beleépnek a paszba. Gyömbér. Böde. Nagyon szép. Lama. Visszahúzza ott a lövés, és nagyon véd a kapus. Gera. Worm. Bele az ölébe a kapusnak. Hú, Böde ott volt. Nem engedte elvégezni a kirúgást. De el tud, de ki tud onnét rúgni a kapus. Gorm. Kukac egyébként. Dupla V-vel lenne, akkor tényleg az lenne. Kukac. Michu. Pablo jön a jobb oldalon. Böniket átverte nagyon szépen. Gera. Továbbítja Szomáliának. És Williams a labda. Böde lelopja Williams lábáról a labdát. És nem tudja Böde tovább vinni. Az Dilaveri. Nagyon higgadtan megoldja. És lefordul ellenfeléről. Emil Dilaver. Gera. Szomália. Indítja Lama. Tö. Lama. Worm. Kicsit gyönge volt a lövés, meg lassan is ment. Gyömbé. Böde. Gera. Szomália jött volna. Hát lehet, hogy Lamát is megpróbálta volna indítani Gera Zoltán. Akkor nem Szomáliának kellett volna jönnie olyan jó 10 méterrel hátrébről. Pavlovics megoldotta szépen. Szomália elindulhat. Szomália. Visszahúzza Szomália. Szépen ment tartotta. Hoppá. Böde kapná. Megpróbálta leszerelni a vérőt. Nem sikerült neki. Hát eddig jó meccset láthatunk, ahhoz képest alig volt helyzet. Túl sok futballt. Nem is. Hát annyira nem láthattunk, de nem rossz meccs. Sok labdaszerzés. Pár lövés is volt már. Kaputált ráló lövés. Gera fejeljel. Böde. Hoppá. Ez is egy szép szerelés volt. Ez Matteo szép gyömér. Gera. És nem lett jó a passz. Tehát igen, az is jó ebben a mérkőzésben most jelenleg eddig. Jelenleg eddig, oké. Okay. Szép fogalmazás. Hogy van pár olyan szituáció, ahol lehetne egy jó indítás, de a védő szépen közben lép, és ezzel akár még gólhelyzetet is akadályozhat meg. Közben oda csúsznak Gerára. Elhagyja a labdát a védő, Szomália, Szomália lő, és Vormnak kell kiütni a labdát. Szöglet. Már is jöhet a mérkőzés első szöglete. A 40. percben. Várj egy kicsit, hogy szálljon a labda jobban. Jön a labda. Nem jutott el Szomáliaig, pedig ő lehet, hogy fejelhetett volna. És kivágják a labdát. Felszabadított az egyik védő. Pavlovics. Kicsit rátámadt a védő. Kicsit sürgette. Bőnig a labdával. Nagy. Nagy Dániel. Böde. Most a másik Dániel. Meg a Spániel. Hoppá. Gera beleért sarokkal a labdába így. Nem jutott el Bödéhez az indítás. Dilaver. Át vissza a védő Dilaver. A Szarálavi! És óriási idvéd Worm. És mindig ott a labda. Nagy. Kapásból ellövi. Mellé. Enyhül a mérkőzés. Játékvezető nem hosszabbít. Csak egy pár másodpercet megvártam, amíg a kapus elvégzi a kidugást. Aztán lefújja az első félidőt. Swansea. Ferencváros. Egy fél idő alatt. 0-0. Ezt a fél időt most a Fradi kezdi. Egy középkezdéssel. A rossz passz Gerától. Nem szoktuk meg tőle a rossz passzokat.
Wilfried. Gyömbé. Indítja alá már. Lama. Szomália. Lefordul Szomália. Blokkolják a lövést, szöglet lesz. A mérkőzésen a második szöglet következik. A második félidőben. Szomália feje, kapufa, de még mekkora Lama mellé. Hát eddig nem igen jutott helyzethez a Swansea. Most is a Fradi jutott kapufáig. Bödéhez eljut a labda. Dilover szerzi meg. Nagy. Lama. Belejönnek a labdába, de így is eljutott. Így is eljutott a labda Bödéhez. Hoppá! Wilfried Boni. Ugye az azt hiszem a Boni. És cserélni fogunk, én úgy gondolom. Főhozom Varga Rolandot, meg Ugrait is. És ezt a Ramirez gyereket is, vagy nem, először csak... Hol van Varga? Bakker nem a... Most nincs ott a cserék között se. Azt jól megcsináltam. Mindegy, következő meccsre majd berakjuk a cserepadra szépen. Ez a Wilfried Boni, aki most már azt hiszem a Manchester City játékosa. Ez pedig simán lehetett volna egy lap is. Hátulról rácsúszszak Gerára. És most jött át a csere. Matthäus égzi el ezt a szabadrugást. Nagy! Ugrai. Kiteszi Ramireznek. Ramirez beadja. Nem tudnak fejelni. Böde nem tudott fejelni. Gyömbér. Szépen tartja meg a labdát. Szomália. Visszahúz a gyömbér. Gera. Hoppá! Ez szabadrugás lesz Gerára. Oly, de csúnyán rácsúsztak. És most megkapja a tettes a sárga lapot. Komoly lehetőség a Fradi előtt. Persze, hogy nem Szomália fogja elvégezni, hanem Gera. Gerra tehát a labda mögött. Ő fogja elvégezni. Gerra Zoltán. Gerra lövi! Worm. Vagy Worm, inkább Wormnak mondom, mert nem kukacról van szó. Hát az fejeli előre. Gerra próbálkozott tehát az előbb egy szép szabadrugással. Michu! Közben gólhelyzetben. Ott a lövés, Dius! Az első komoly lehetősége most. A Swansea-nek egyből egy kaput találó lövés. Az első lövésük egyből kaput találsz. Szóval... érdemes átgondolkozni, hogy mire vártok eddig. Egy beadás. És most Matthäusnak figyelnie kellett, mert Matthäus ott maradt a másik Matthäus? Dibus ott maradt a másik oldalon, közben Ugrait szerelik. Williams. Gera közben lép. Indítja Ugrait. Ki lesz a labda? Ugrai dobhat. Le is dobja Ramirez. Gera. Gera lő! Ott a kipattanó! Oly, mekkorát védett Worm. Ismételten védenie kellett. Gera! Ott a lövés! És megint védenie kell, mert megint kaput talál a Fradi. Mérkőzésen már sokat gyára. De most végre azt látjuk, hogy távolról is próbálkoznak ezek a játékosok. És Ugrai oda passzolta, ahova Böde nem számított rá. Ugrai. És van megint rossz helyre indított Ugrai Roland. Gera. Ez a szobája mehetett volna, és a védő lenyújja a lábáról. Közben Dilaver lép bele ebbe az átadásba. Hoppá! Szomália eltolója. Kicsit késve csúszott oda, ez lap lesz. Ő is megkapja a jogos sárga lapot. Nézzük. Uff, igen. Jogos a sárga lap.
Elkésett egy kicsit Szomália Gera, korabdával, Böde. Indítja Ugrait. És a védő nagyon szépen keresztez Ugrai Roland előtt. Dilover pedig előre íveli a labdát, és ez a védő nem engedi ki. Csikó. Ugrai labdát talált, ez kirúgás lesz. Ugyan a védő elesett, de egyértelműen labdát talált Ugrai Roland. Ugrai lesről jött vissza. Szabadrugás lesz kifelé. Hát most túl nagy komoly helyzet, egy jó pár perce már nem volt a mérkőzésen. Hoppá! Pavlovicsot megzavarta a védő. Nagy. Ugrai. Ramirez. Oly, de szépen átfűzi a védőt. Aztán Ugrai veszíti el. Hogyha hagyja ott Ramireznek Ugrai a labdát, lehet, hogy ő elindult volna, de ő elvette tőle. Nincs összhang. Közben egy veszélyes hazaadás. Dibusznak kell valami megoldania. Aztán mégiscsak eladja a Fradi. Jön Taylor a bal oldalon. Jön a beadás. Szöglet vagy kirúgás? Nézzük meg, hogy valami mi lesz. Hát, ez kirúgás lesz, igen. Dibusz rúgja ki. Gyömbér fejelje Ugrai, nagy. Ugrai Roland. Böde. Megpróbálja ott tudni a védőt. Böde Dániel nem jött össze neki. Hoppá! Ramirez fut most hátra. És hogy eltöltött, hogy befújja, pedig lehetett volna előnyszabály is meg. Nekem ez annyira nem tűnt szabálytalan, neki. Én úgy láttam, hogy ez labda volt! Szerencséje van most a Fradinak, hogy ezt elnézte a támadó. Gera! És... Ugrai elfut a védő mögött. De a védő elé jött a labda. Közben Rotledge a bal oldalon. Dilaver! 11-es reklamál a hazai közönség, ez labda volt, én úgy gondolom. A játékvezető is ezek szerint. Böde kapja labdát, Böde elindul, Böde. Gera. Gera kapja labdát, gól helyzetben, Gera! Gól! A hajrában megszerzi a vezetést a Ferencváros. Egy érdekes szituációt követően én mondom, szerintem az labda volt. Hogy Dilaver eltalálta a védőt is. De szerintem először a labdát találta el, érdekes lesz majd megnézni. Tovább nem lehet visszatökerni, sajnos. A 90. percben Gera góljával vezet a Ferencváros. Jókor jött ez a gól a Fradi szempontjából. Hát a Svenzi közönsége, az egész hazai publikum biztos, hogy nem örül, közben Pavlovics kicsit oda csúszott ellenfelére. Ezzel nagy elindulhat, 4 perces ráadásban. Ugrai kapja labdát. Kicsit hosszan, de eléri. Bepasszolja Szomália. Le sem volt. Ugrai elrontotta ezt. Meg Szomáliának se kellett volna lesre futnia. Közben lejárt a 4 perces ráadás. A játékvezető még engedi. És itt a vége a mérkőzésnek. A Svenzi kikapott otthon a 90. percben, kapott góllal a Ferencvárostól. Egy izgalmas mérkőzésen. Szerintem sok helyzetet kihagytunk, ugye? És azokat ugye kihagytuk mind, és utána egyből jött egy helyzet. Egy Swansea helyzet, és ugye kihagyták. Egyből kaput találtak vele. Akkor egy helyzet nem volt, de mindegy. Akkor a My Team-et beállítjuk, hogy
Varga Roland legyen Laut helyett. Nem kell ennyi csatár. Jó, oké. Ennyi. Akkor egy mentés. És akkor búcsúzom tőletek. Ezt szerintem mentsük ide, mert... itt már... ez már régi, és már rég nem használtam, úgyhogy mindegy. Na akkor... kilépés. Remélem tetszett ez a videó. Ugye a 90. percben berúgtuk azt a döntőgólt. Remélem tetszett. Ha igen, akkor... kattintsatok a tetszik gombra. Ha nem, akkor a nem tetszik gombra. De hát, tudom, hogy ez mindenkinek tetszik. Na! Akkor találkozunk a következő részben, hát... mondom, sajnálom, de muszáj volt... újra kezdeni ezt a szezont, hogy rendes legyen a csapat. Most akkor innen fogjuk folytatni. Na! Sziasztok!